Gulyás Ferencné Budapesten a Vigadóban Brunswick Teréz díjat, miniszteri kitüntetést vehetett át Maruzsa Zoltán államtitkár úrtól. Számtalan alkalommal volt már a stúdiónk vendége, és mindig az óvodai életről, az óvodában történt eseményekről beszélgettünk, de most ön lesz a fókuszban, hiszen a napokban vehette át Magyarország egyik legrangosabb pedagógiai elismerését, a Brunswick Teréz díjat, amelyhez gratulálunk ezúton is. Nagyon szépen köszönöm. Ennek a nagy évet bejárt pályának, aminek ugye nem vagyunk a végén, a napokban egy méltó elismerése a Brunswick Teréz díj, amely Magyarországon az egyik legrangosabb, hanem a legrangosabb pedagógiai díj. Hogyan fogadta az elismerést? Számított-e rá? Hát nagyon meglepő volt számomra. Annál is inkább, ahogyan az előbb fogalmazott, hogy nem vagyok még a pályámnak a végén, hanem még azért vannak előttem jócskán évek és teendők, és hát egy ilyen díj nagy kötelezettséget jelent, nagy felelősséget jelent. Hát nagyon meghatódottan fogadtam, amikor megtudtam, hogy miniszter úr adományozza számomra ebben az évben ezt a díjat. De hát ez annak az elmúlt éveknek az eredménye, amit itt a közösségeinkkel el tudtunk érni, hiszen 2014 óta vezetem az intézményünket, ez az időszak nagyon nagy lehetőséget adott a fejlődésre minden oldalon, mind szakmai oldalon, mind pedig az óvodák megújulásának, az infrastruktúrális fejlesztéseinknek az életében. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez ennek az eredménye, és hát itt ami nagyon megható számomra az, hogy itt ugye a teljes nevelőközösségem támogatásával, így utólag ezt azért megtudva, a városvezetésnek a támogatásával, és még mindemellett a szakmai szervezeteknek a támogatásával, hiszen több alkalommal volt már itt a városunkban a Jenő Néincike, aki az óvodapedagógiának egy nagyon elismert szakembere, és hát egyrészt ő kezdeményezte is ezt, másrészt nagy támogatást kaptam tőle az elmúlt években a pedagógiai szakmai munkámhoz, és hát egy nagyon nagy megerősítést azt, ahogyan végezzük az óvodájainkban a szakmai munkát. És hát itt bizony meg kell említenem, sajnos már nincs közöttünk Dobos László polgármester úr, aki szívügyén viselte az óvodák dolgait, és minden olyan támogatást megkaptunk tőle az elmúlt időszakban, ami ahhoz segített bennünket, hogy fejlődni tudjunk. De hát nagyon szerencsések vagyunk Szepesi Tibor polgármester úr személyében, hiszen ő ezt viszi tovább ezeket a támogatásokat, gondolatokat, elvárásokat, mert azért vezetőként mondhatom azt is, hogy elvárások is vannak felém, de ehhez azért mindig minden olyan támogatást is megkapunk, ami lehetővé teszi azt, hogy tudjuk teljesíteni mindazt, hogy elégedettek legyenek velünk a szülők a városunkban, az óvodás gyermekeket Karcagon úgy tudjuk nevelni, hogy a lehető legjobb körülmények között, a lehető legmagasabb szakmai tartalommal, és hát nem utolsó sorban mondom a képviselőtestületnek az elismerését és a támogatását, hiszen az azért mindig szükséges, mert a nagy projektekhez ők mindig támogatásukat adták nekünk, biztosították a lehetőséget arra, hogy pályázzunk, vagy éppen az önkormányzat pályázott egy-egy nagy projektbe, vagy közösen pályáztunk, hiszen az elmúlt időszakban azért az óvodájaink nagyon megszépültek, megújultak, de hát mindig azt szoktam mondani, hogy a külcsín az egy dolog, és azon belül, hogy ott bent milyen szakmai tartalmi munka folyik és zajlik, az azért azokon múlik, akik ott bent vannak nevelők, a vezetőkön múlik, és hát ebben nagyon szerencsés vagyok, hiszen a kollégáim nyitottak voltak mindenre, és itt mondhatnám a Kuthenúti óvodának a megújulását, a Táncsis 17-es, a Szimov óvoda, a Kinizsi úti óvoda, a Zöldfa úti óvoda, közben még a megelőző időszakban Jókai, a Nagy Táncsis, tehát szinte már majdnem minden óvodánk nagyon szépen megújult, és ehhez kapcsolódtak azok a tartalmi fejlesztések, amelyek ugye a tehetséggondozás területén elértek bennünket.
és nyitottak voltunk erre, és azért ezt hozzáteszem, hogy a nevelőtestületnek nagyon nyitottnak kellett lenni ahhoz, hogy ebben is kipróbálja magát, hiszen a gyerekek, ők ott vannak, ők érdeklődőek, észreveszük azt, hogy mely terület az, ami iránt sokkal fogékonyabbak. És akkor a kolléganőim a napi feladataik elvégzése mellett ugye a műhely munkák megszervezésére vállalkoztak velem együtt, hiszen ahogyan mondtam, én magam is vezettem több tehetségműhelyt, és még azért most is szeretek bekapcsolódni és ott lenni, hiszen ott csoda dolgok történnek. És hát ugye ezekben a műhely munkákban nem csak hogy eredményesek voltak, hanem egy picit még szerettünk volna hozzátenni, és erre nagyon nagy lehetőséget adott nekünk a Nemzeti Tehetségprogram, a Magyar Tehetségsegítő Szervezet. A tehetségtanácsok, bekapcsolódtunk az Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanács munkájába, megalakult a Karcagés Térsége Tehetségsegítő Tanács, az óvodánk tehetségponttá vált 2011-ben, amit a háromszor akkreditáltattunk azóta, és mind a háromszor kiváló minősítést kapott a külső szakértők által a tehetséggondozó munkánk, és hát ezek lehetőséget nyitottak arra, hogy mind vezetőként, mind a nevelőtestület tagjaiban a műhelyvezetők a szakmai kapcsolataikat tovább építsék, alakítsák, mélyítsék, és a szakmai kapcsolatok mellett barátságok alakuljanak. Az intézmények között a munka még szorosabbá vált, hiszen az azonos szinten művelő, tehetséggondozást művelő óvodákkal közös programokat szerveztünk, és itt említhetném a szolnokvárosi óvodákat, a Jászberényi óvodákat, a Püspökladányi óvodát, tehát akik szintén hasonló, kiváló szinten végzik a tehetséggondozó munkát. Nekünk is szükségünk volt arra, hogy mi is tanuljunk másoktól, és ők is tanultak tőlünk, tehát ez egy nagyon kölcsönös kapcsolat, de felelősségünknek és feladatunknak éreztük ezzel a akkreditált elismeréssel, hogy itt Karcagon és a térségben egy központi szerepet vállaljunk, és ezt meg is kaptuk, ehhez a bizalmat a környékben lévő óvodáktól, és mondhatom azt, hogy nem csak az óvodáktól, hanem a városunkban lévő iskoláktól, civil szervezetektől, hiszen egy nagyon együttműködés, nagyon jó együttműködésben alakítottuk a programjainkat, és akinek szüksége volt rá, őket segítettük, támogattuk abban, hogy ott is mélyüljön el a tehetséggondozó munka, alakuljanak műhelyek, ha szükséges, akkreditáltassák magukat, hiszen már elértek egy olyan szintet, és ezek azért olyan szakmai kapcsolatokat alakítottak ki, amit azt gondolom, hogy ebben a díjban is benne van. Továbbiakban is nagyon sok sikert kívánunk, és még egyszer gratulálunk a díjhoz. Nagyon szépen köszönöm.